A fociban lassan már rajtolnak a különböző szintű bajnokságok, a többi labdajátékban viszont még csak most kezdik el a felkészülést a csapatok. A Nyíregyháza Blue Sharks a jövő hét elején vág neki a munkának, ezen a héten viszont már a fiatalok számára tartott képzőtáborral hangol a szakmai stáb is néhány játékos. Ez a negyedik alkalom, amelyre a tavalyi 40-nel szemben 85-en jelentkeztek. A kezdőktől a 18 évesekkel bezárólag több csoportban 10 edző foglalkozik a fiatalokkal. Reggel 8-kor kezdődnek az edzések, de már reggel 7-től tudjuk fogadni a gyerekeket. 8-kor van egy közös bemelegítésünk, és utána, amit láthatjátok, van 6 állomásunk, ahol 30 percet dolgoznak a gyerekek, külön vannak szedve a technikai elemek, valahol kondicionális fejlesztés van az egyik állomáson, másik állomáson különböző mobilizációs és funkcionális edzésekkel ismerkedhetnek meg, illetve külön vannak szedve a kosárlabda technikai elemei is, gondolok itt a labdavezetésre, zicserdobásra, dobásra, alsóposztképzésre. Úgy állítottuk össze a programot, hogy a kicsiknek külön van, tehát a 10-12 évesek külön programot csinálnak, ugye náluk még a zicserdobás és a különböző ilyen erőfejlesztés gyakorlatok is nagyon az alapdolgok. Az U14-es korosztálytól felfelé pedig már normális sporták specifikus kosárlabda képzést tartunk. A kékcápák játékos, a Vaskó György nyáron sem hanyagolt el a mozgást, annak viszont kifejezetten örül a fiatal irányító, hogy ezen a héten egy picit más szerepkörben is kipróbálhatja magát a pályán. Én személy szerint már nagyon vártam, igaz, hogy egész nyáron ugye dolgoztunk a csapattal, labdáztunk, kondicionális edzéseket végeztünk, de ez egy teljesen más körbe csöppentünk most bele, ugye, hogy edzőként, és segíthetünk a kisebb gyerekeknek, de én már személy szerint nagyon vártam, és már felkészülés is nagyon várom, hogy legyen egy még több és egy még jobb rendszeresség az életemben. Szerda délután játékos sorversenyeket iktatnak a programba a szervezők, pénteken pedig dobóversenyekkel, osztármeccsekkel is egy válogatott játékos látogatásával zárul a képzőtábor.